Szevasztok, Gábor vagyok, és a TechBarátot nézitek, és egy technikai problémával kezdjük a mai streamet. Igaz, hogy a legnagyobb probléma az, hogy ez csütörtökön kellett volna megtörténje, már nem a technikai probléma, hanem az, hogy ezt ide kéne chiptetnem, teljesen szét vagyok esve. Szóval, hogy hát ugye mai nap az elvileg csütörtök, és ugye Sauce Park, illetve Super S3. Péntek lévén igazából most így nagyon határidőt nem szabok neki, amíg el nem alszom kb. Na jól azért nem, tehát hogy nyilván a South Parkba is módjával azért fogunk haladni, de azért a Super S3-ba is azért minimum egy mission szeretnék megoldani. Csak időközben egy fél perc, pillanat türelmet kérnék. Telefonomat ezt meg lenémítom, hogy azért itt ne kezdjen, mert tudod, hogy RP ilyenkor szokottam úgy írni, és ilyenkor jelenik meg. Nem láttok még mögöttem semmit, de mindjárt látjátok, ugyanis az Ubisoft, az Uborka Soft accountom azt mondja, hogy lépjek be, és persze nem tudom, ide melyik elszavam van megadva, úgyhogy így passz meg. Mindjárt. Nem az van megadva. Jó, hát akkor segítségül hívjuk, hát ha el van itt valahova mentve. Azt tudom, hogy melyiket... De miért dob ki az Ubisoft izé? Ez az Ubisoft Connect, vagy mi? Jézusom, mi? Négy új jelszó kiszivárgott? Milyen jelszó kiszivárgott? Ne basszál. Ja, jó, hát ezt már... Ó, hát ezt már régóta nem használom. Egy kis türelmeteket kérem, és mindjárt meg lesz oldva minden is. Ubisoft, ott van. Igen, ja, hogy, aha, jó, oké. Hát erre nem gondoltam volna. Értve, ez egy ilyen régebben használt jelszó, de ezek szerint akkor remember me. Szia, Redi Medi. Ja, és már, indul is, ennyi. Szerintem mindjárt látjátok mögöttem itt a témát, a tényállást. Ha minden igaz, de mindjárt. Na, igen, megjelent homályosba, de megjelent, tehát majd mindjárt nem homályosba, látjátok? Na, jó van, hát akkor működik itt faszántosan minden. Akkor itt már nem is kell azért ellenőriznem. Szóval, igen, mert itt még a magyarításnak, tehát csináltak egy ilyen gyönyörű képernyőt, még így közbeszúrtak. Jó, mondjuk, ha én lefordítanék egy teljes játékot, hát tudti, hogy erre verni egész életemben, hogy lefordítottam egy játékot. Mindegy, nagyon, hát nem annyira ízlös ez a képernyő, de mindegy. Szóval, bocs, hogy hát a tegnapi nap az ilyen, az rohanás volt, meg Barcelona mérkőzés, úgyhogy a tegnapi nap az mondjuk a sejtettem, illetve hát ti nem sejthettétek, csak abból, hogy mondjuk a techbarat.hu-n átírtam ugye a naptárat. A mai napra, ami elvileg úgy volt sokáig, hogy 7 óra, aztán napközben kiderült, hogy még egy-két dolgot 7 órára hazaértem volna, de még azután is, a dolgom után is van lesz még egy dolgom, na mindegy, nem kezdek el magyarázkodni. Sajnos, hát igen, tehát hogyha az ember azért nem ebből él, meg nem a streamelésből keresi a kenyerét, meg tehát noha én szeretem szórakoztatni az embereket, már ha ezt lehet szórakoztatásnak nevezni, vagy ti élvezitek, várjatok csak a közben csetet, meg nem látom, most már látom. Akkor hát nyilván azért így a változás, műsorváltozás jogát ezt fönntartom, míg ugye nyilván, aki napközben délután streamel, annak az a munkája. Tehát én munkáját én is szívesen streamelnék. Hát persze, hogy ha legalább annyi pénzt keresnék vele, mint a főállásommal. De hát ugye ezt nem tehetem meg, és nyilván ilyenkor viszont, hogyha valami közben jön, igyekszem aznap megtartani a streamet, de előfordul ugye, hogy csúszik, és a bizonyos esetekben akár órákkal későbbre, tehát nem csak egy-két órával. Úgyhogy sorry, viszont ezért cserébe most így megpróbálom, hogy minél tovább elnyújtani a South Parkot is, hogy haladjunk vele, illetve majd utána egy Super S3 részt. Én dolgoztam a teszteken is amúgy, 4 tesztnek is amúgy a szövegét már. Szia, Arni, szevasz! Már sikerült megírnom, úgyhogy holnap egész nap, ja nem, hát holnap is ez ugye stream, elvileg azt hiszem 4 órára van kiírva, mert hát este Fradi meccs, úgyhogy azt mindenki meg kell nézni, de 4 órától holnap Life is Strange True Colors lesz, meg Brofoszozni is fogunk. Itt van Knobber is, szevasztok, éjszakai banzáj, hát ha úgy veszük, igazából 3-4-11 van, tehát most egy ilyen másfél óra South Park, utána egy óra izé, Super S3, tehát összességében az 2,5 óra,
egy órakor fejezzük be, tehát más ilyenkor kezdi a streamet. Van egy-két olyan magyar streamer, aki van. Hát például Kodi, aki mostanában őt szoktam néha követni, de amióta mondjuk nem csézik, mondjuk ő Geogesszert játszik a haverjaival, és az egy jó kis játék, amúgy az tetszik. Tehát, hogy gondolom ismeritek, hogy ilyen webes, tehát ilyen böngészős játék, és Google Maps ledob téged, vagy titeket valahol a izéből, valahol a világon, lehet, hogy akár egy sivatag kerülés közepén, és így nyomokat kell találni, hogy hol vagytok, utána be kell jelölni, és hogyha a másik csapat előbb jelöli be, akkor nyilván ti is időkényszerben vagytok, illetve jelölési kényszerben vagytok, mert akkor elindul egy nem tudom, 10 másodperces visszaszámlálás. Aztán nem tudom még, hogy már hányféle game mód van, mert azért láttam, hogy van olyan, hogy csak Magyarország, egész világ, gondolom vannak különbözők. Lehet, hogy majd lesz egyszer egy ilyen is így élőben, mondjuk akkor legalább, tehát akkor tényleg kellenének majd ahhoz emberek, mondjuk ugyanúgy még plusz 3 ember rajtam kívül, és akkor tényleg lenne egy kis discordos, és lehetne mókázni. Úgyhogy annak még a feltételeit meg kell teremteni. Na mindegy, szóval igen, szóval teszteken is fogok holnap dolgozni, és az a terve, hogy jövő héten 2 már mindenképpen kijön, és aztán hetente 2 próbálok majd kirakni. Hát egészen addig, amíg el nem fogy, mert azért nyilván most feltorlódott ugyan, de nem azért, mert hogy annyira folyamatosan jönnének, hanem mert tényleg el voltam havazva egy csomó mindennel. De most na mindegy, szóval minden szépen így remélem, hogy a helyére kerül. Munka az megy a maga kis ösvényén, és minden mással azért próbálok most már így visszatérni a megszokott kerékvágásba. Úgyhogy hát ugye hétfő, csütörtök, pénteken a játékok elvileg maradnak. Nyilván ez változhat, hogy annak függvényében, hogy esetleg, hogyha van valami foci meccs vagy egyéb dolog, akkor azért az át fog kerülni mondjuk az egyik nap egy másik, pár órával későbbre, vagy mondjuk egy csütörtöki nap az átkerül péntekre, a pénteki szombatra, vagy előrébb kettszerre, de meg lesz tartva mindenképpen, tehát a játékokhoz tartom magam. Maximum én még azt terveztem, hogy ez a heti 3 nap, ez 3 játékot fog takarni, plusz ugye a Brofolz, ami igazából egy ilyen ráadás, egy ilyen, azzal el lehet bóckodni akár csak fél órát, 2 órát, mikor mennyi időm van, vagy energiám, kedvünk, és mondjuk lehet, hogy a csütörtöki 2 game helyett azért inkább egyet, és akkor minden game-re rá lehet fordítani legalább másfél-két órát, és nincs az, hogy még jön még a következő, és még az is, hanem akkor lenne 3 játék, és mondjuk akkor egy heti 3 játék mellett, plusz mondjuk egy Brofolz, azért mondjuk 2 teszt az úgy szerintem egész jó arányt mutatna. És azért azok, akik amúgy joggal mondják azt, hogyha ti ránéznek a csatornára, és csak játék videókat látnak, egyrészt akkor azt fogják látni, hogy kevesebb lett valamivel a játék, heti 1-2 játékkal, és ugyanakkor a tesztek is. Aztán meglátjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye, próbálom majd tartani a minden napra egy win. Jó, hát te napközben is vered az óvodás gyerekeket, Knobbera, Brofolz, már hát úgy tök egyszerű. Arról készült egy azt majd valahogy át beküldöm, majd megosztom, kirakom a weboldalra a Discord channelt is. Mert lehet majd jönni Discordra, és akkor, hogyha lesz közös játék, akkor a TechBarátnak a Discord csatornájára. Vagy lehet, hogy kirakom Facebookra majd. Szerintem Facebookra meg Instára ki fogom tenni. Ez tényleg tök jó, hát játékból lehet ilyen kis screenshotokat föltenni. Ki fogom, tegnap brofolzoztam, hogy valamelyik este, és én voltam a brokkoli, első game volt aznap este, tehát így beléptem, és rögtön éltem a brokkoli. Az első körben, mit tudom én, 20 helyet, hogy volt, hogy 10, egy párral kevesebben jutottak be a lehetséges 20-20 valány helyet, és utána a döntőbe jutásért a 10 helyet, tehát nem tudom, a 10, vagy a 18 emberből, 3 jutottak rajtam kívül, és nem azon a pályán voltunk ráadásul, ahol azok a billegő sárga ízék vannak így rögtön a pálya elején, mert ugye azt mondtam, hogy ott azt a tüskéket, a nagy hőlékballonokat, meg a méga tüskéket, és utána, illetve előtte azt a körbeforgó szarnál azokat a sárga tömböket, azt a 4-et, hogyha így benyomogatod egymás után, akkor mire a 4-et megnyomod, addigra mehetsz vissza az elsőhöz, tehát folyamatosan körbe-körbe tudod szopatni az embereket. Nem ezen a pályán voltam, hanem valami, nem is tudom, nem emlékszem pontosan melyik volt, ahol vannak azok a kalapácsok, amik így forognak, nagyon sok így és ilyen csúszós cuccon kell az a flip-slip, vagy nem tudom mi a neve, mindegy. És 3 jutottak rajtam kívül, hát szerintem ott engem ott, hát az a 3 ember, illetve nem a 3, az a 10 valamennyi, aki nem jutott be a döntőbe, és 4 voltunk összesen a döntő, mert ez parádés volt, úgyhogy na, majd meglátjuk, hát holnap lehet, hogy lesz ilyen döntőnk. Brokifolzban. Ma biztos, hogy nem, mert ma nem fogunk Brofolzhozni. Sorry, Knobber, ez van. A tények makas dolgok, úgyhogy
Na nézzük! A Star Wars... Jaj, akartam mondani, igen, két dolog. Most hoztam be a ruhákat, aki szokott mosni, hát ugye én egyedül élek, egyedülálló is vagyok. Hölgyeim, figyelem, tehát azt tudom, hogy nők nem nézik az adást, úgyhogy Knobbernek meg inkább ott van Arni, úgyhogy izé, úgyhogy köszi, köszi. Tehát hogyha esetleg de hogyha valami hölgy nézi az adást, akkor izé a telefonszámom majd így a YouTube-os verzióban majd ott így mindjárt elindul majd, és így ilyen izé jobbra-balra így beúszik, meg pörögni fog minden egész adás alatt. Szóval, hogy tehát ugye mostam, kiteregettem szépen, és hát most már ugye jó idő van napközben, édesanyám mondta, hogy tedd ki a teraszra, mert az úgy, és tényleg amúgy jobb, sokkal, nem tudom, jobban szellőzik a ruha, meg illatosabb lesz amúgy. Ne kérdezzétek ennek a kémiáját, fizikáját, fingom nincs, hogy hogyan. Ha benn van a szobában, hát gondolom az, hogy bepóshad a párolgó víz, ugye, ahogy száradna. Na mindegy. És egyszer megszívtam, még ugye tavaly évben, az nem idén volt, tavaly, amikor még jó idő volt, még itt tél előtt, ugyanúgy kint teregettem, és így összehajtogattam mindent, és így hopp, így valami kiesett az egyik ruhából, és egy polos kapasz meg. És így azóta ugye tudom már, és most tegnap, amikor voltam a városban, itt a Dunaparton egy ilyen helyen, egyik ismerősömmel találkoztam, megittunk egy bambit, és ott egy poloska így mászott így, nem tudom, a sörcsapoló izé akárminek a tetején. Na mondom, előjöttek ezek a rohadékok, és mondja is a nő, hogy a pultos, hogy hát igen, most már megint kezdenek megjelenni. Akkor kapcsol a Gábor, tanultam a hibáimból, kiteregettem ma, ugye, most hozom, hazaérek gyorsan, lóhalálában mondom, még mielőtt a streamet elindítom, gyorsan behozom a szárítót, fölkapcsolom a teraszon a világítást, tehát ugye sötét van megint. Mondom, hát most hogy, ki van egy csomó ruha terítve, most nem kezdem el egyesével így izé csapkodni őket, rázogathatnám is. Fogtam, ez ilyen toronyszárító, tehát ilyen izé, ilyen szögletes izé, elkezdtem így jobbra-balra így rángatni, tényleg így a ruhák azok ilyen szambáztak jobbra-balra. És mit láttam? Kiesett egy izé alulra, mondom, tök büszke voltam magára, a kurva anyád, én lepöccintettem, hát nem nyomom szét, mert ugye büdös lesz, az alattam lévő erkélyre, vagy ahova éppen, nem tudom, hát majd onnan elmászik, vagy elrepül, ahova akar. Úgyhogy a potyautast kiasztam a picsába, úgyhogy szépen behoztam, hát remélem, hogy valahova nem bújt el a valami gatyának még a zsebébe is egy a kézé, ilyen kamikáze poloska, és azt mondja, hogy nem verem, te nem baszol ki. Úgyhogy majd ez kiderül, amikor elkezdem izé összehajtogatni a ruhákat, és vagy ne adj Isten, amikor fölveszem a ruhát, tehát az brutál lenne, az fúj, gyűlölöm. Bátyám egyszer véletlenül meg is evett egyet. Nem nyelte le, csak ráharapott, és hát így képzelt itt a szegény. Na mindegy. Úgyhogy, ja, és a South Park helyett még akartam mondani Star Wars-t. Nyilván tudjátok, aki ezért nyomon követi így az aktuális streameket, meg az új gémeket. A Star Wars-nak ugye megjelent, illetve a Lego Star Wars The Skywalker Saga. Bevallom őszintén, nagyon-nagyon-nagyon szemezek azzal a játékkal. Nem szeretem amúgy alapvetően a Legos, és nem tervezem azt, hogy a többi Legos, talán még a Lego Batman azt mondják, hogy jó, de tehát a Legóból nem tervezek ilyen sorozat végigjátszás, mint a Call of Duty, vagy akár a Super Seducer, vagy mik voltak még, ami a GTA például. De ez a Skywalker-es dolog, amivel most játszanak, ugye VR-osok is, NASA is, nekem nagyon bejön tehát a grafikájától kezdve, hogy annyira aprólékosan figyelnek a Lego figuráknak a Lego feliratára, hogy a műanyag ugye bele van gravírozva a kis Lego izé logó. Nagyon gondolkodom azon, hogy hogyha a Super Seducer 3-at befejezem. Igen, én is a Batman-en gondolkodtam még, de igen. És gondoltam, hogy megkérdezlek azért titeket is, hogy mi, mert van több Lego, mert úgy tudom, hogy meg régebb óta vannak, én nem akarok már belemenni az ilyen nagyon régi gagyi Lego játékokba, inkább az újabb szériákba, és abból is te csak a jókat, szóval most nem egy szériát akarnék végigjátszani. Úgyhogy... azt még megnézem, igen, hogy a Marvel Super Heroes, illetve a Batman-es, meg DC Super Villains. A probléma nekem inkább ezzel ugye az, hogy azért a Star Wars történetet ismerem, tehát az arra épülő poénok azért ülnek, és azokat érteném is. A Marvel Super Heroes-t is, mert ugye én a Marvel, nem mondanám el magam rajongónak, régen imádtam a Marvel sorozatot, most már azért így kijönne egy új Marvel, megnézem, de hát amikor véget ért a bosszúállókkal a dolog, akkor valahogy utána, nem tudom, azóta úgy megnéztem a többit is, tehát az új fekete özvegy, meg a, mi volt, a Paukember. Már valahogy, nem tudom, kicsit úgy nekem már így a Marvelből, de még mindig azt mondom, hogy jobb, mint a DC. Tehát nekem a DC univerzum az kicsit olyan lapos. Nem tudom miért.
lapos, egyszerűen valahogy nem eleve a filmek sem, tehát a sztorik se olyanok, mint egy Marvel, nem annyira pörgős. Lehet, hogy ezen fognak változtatni, vagy az új Batman, aki az alkonyatban volt, az a hülye gyerek, az a sápadtarcú, az most azt mondják, hogy jól teljesít az új Batman filmben, én nem tudom, nem láttam mondjuk, tehát nem kezdek ítélkezni, de na mindegy, biztos kipattintotta magát, de hát azért akkor se egy Ben Affleck, vagy nem egy, hát nekem a Christian Bale, tehát hogy szerintem ha Batman, akkor az a három szériánben ő szerepelt, az nekem azt tetszett amúgy. Na mindegy, még a Batmannél is azt mondom, hogy oké, ez a DC Super Villains, itt ugye a Lego szerintem ugye arra épít a legtöbb ilyen részében, hogy nyilván kapcsolódik azért ugye a sorozathoz, illetve a karakterekhez, tehát én attól félek, hogy ott nem biztos, hogy érteném a poénokat meg a cselekményt, azért ugye itt a Star Wars Skywalker szagában, illetve a Marvelnál, vagy illetve a Batman Legónál, ott azért mondjuk érteném, meg a többség értené. A nagy DC fanok gondolom, igen. 18-án lesz fent HBO-n. Mi? Mi lesz izé? A Lego? Vagy mi? Hogy mi? Én nem nézek HBO-t, nem fizetek. Focit nézek, focit, a Fradit, meg a Barcelonát nézem. Meg a választási eredmény. Ja, nem. Na, szóval, hogy a lényeg az, hogy akartam is kérdezni, hogy ti még mit ajánlanátok. Nem tudom, hogy nyilván a Marvel Super Heroes, Batman, meg esetleg ez a DC Super Villains, ez gondolom azért olcsóbb. Tehát pénz nem gond. Nyilván egyszer úgyis csak egyet vennék meg. De én inkább a Batman... Ja, értem. De én inkább most ezzel a Star Wars-ossal kezdeném, és bár ritkán csinálok ilyet, bár azért a Hitman 3-nál is ugyanez volt, egy kicsi delay-jel ugyan, de azért nagyjából akkor kezdtem el a Hitman 3-mal is, ha jól emlékszem, játszani, amikor miután kijött. Nem szeretek beállni, nem csak azért, mert most mi a fasznak költsek 20.000 forintot egy ilyen játékra, bár azért mást is meg lehet kuponnal venni, úgyhogy nem annyira, mert meg lehet venni a Lego Star Wars-t is. De nem azért, hogy most én kövessem meg majmoljam a többieket, mert nekem ez tényleg nagyon megtetszett, és nagyon vicces, meg tök aranyos az egész, meg úgy az, hogy lehet benne egy kicsit ilyen mászkálós, el lehet azzal is pöcsölni, mint a sima Star Wars Jedi Fallen Order-rel, tehát kicsit ilyen open world-ös, nem is kicsit, az. Ugye vannak mellékküldetések, stb. Azt hiszem a nagyobb magyar streamerek, ugye a VR-osok, meg Nessai, ők a magukat a filmeknek a sztoriait tolják végig, de ugye vannak bőven ilyen mellék sztorik is, ahol nem tudom, kapsz külön feladatokat, és azokat is meg lehet. Tehát azzal együtt azért jó hosszú a játék, nyilván én sem. Igen. Hát olyan én ilyen kuponnal, vagy mivel láttam, ilyen 15-6 ér. De hasonló, igen. Úgyhogy szerintem majd az lesz. Úgyhogy ha szerintem a Super Seducer 3-nak vége lesz, hát ugye a Star Wars az még múlt héten kezdtük, és most folytatjuk, ugye? Call of Duty még tartani fog, Life is Strange, hogyha ott streamenként egy epizódot nézünk, még az is egy jó pár hétig eltart. A Super Seducerből talán ugye 2 vagy 3 rész van hátra. Nagyjából szerintem azonos időben fejezzük talán be a Life is Strange-el a Super Seducert, úgyhogy valamelyik helyett majd a legós lesz. Igen, azon gondolkodtam én is, hogy a filmekre épülőket fogom megnézni, vagy átnézem majd. De amúgy én is gondolkodtam a Marvel-es, a Batman, ezen a DC Super Villains-en még, hát ezt megnézem majd ilyen teszteken, vagy ilyen YouTube videókon, hogy ez mennyire. Mondom, én a DC-t annyira nem kultiválom, de hát ha Lego. Meg én talán egyszer játszottam ami Lego játékkal, és nekem ilyen nagyon... hogy mondjam, nagyon ilyen volt, ilyen túl zsúfolt, és most valahogy, ahogy néztem ezt a Star Wars-osat, ez egy kicsit ilyen letisztultabb számomra, tehát hogy nem tudom, értitek, mire akarok célozni, tehát ilyen nagyon sok minden volt, amire figyelni kellett, és nem is ilyen, nem az egy ilyen úristen, bonyolult logikai feladványok, hanem hogy összedegetni azokat a sok kis Lego kis pöttyöket, meg építgetni közben, tehát kicsit már ilyen Fortnite-osan éreztem volna magamra, akkor azt hiszem, akkor még nem jött ki a Fortnite, tehát hogy ilyen így minden szart kell csinálni még mellette, és hogy nem csak azon, hogy mész, kardozol, questeket teljesítesz meg, mondjuk ilyen logikai feladványokat, hanem így mellette még minden más szarra kell oda kell figyelni. Meglátjuk majd. Na, de kezdem is, illetve folytatom is most már ezért itt a szószparkot, mert már eldumáltam itt az időnek a nagy részét. Most nem tudom, hogy mi látszódik belőle. Ja, de igen, már látszódik a játék. Oké, már elfelejtettem, hogy benyomtam a gombot. Folytassuk. Szóval, ugye az volt, 30 gym pokémonban elrejtve, igen, és upad meg, hogy volt?
Mit kell csinálni? Ja, hogy ezzel kellett menni. Már elfelejtettem, hogy volt az irányítás. Ugye most jöttünk ide a kávédarálóhoz, ez vagyok én, és M. Igen. Kalandok. Nem tudom, mit kell csinálni. Most nincs kaland. De kaland. Nem. Ja, de össze kell hívni a lobogókat, hát ugye most kimentettük a main token szép házad, és kérd meg, hogy szálljon be a játékba. Ja igen, mert tweakéket ugye megmentettem a kávés cuccot, megszereztem a kávét a csövesektől, vagy valami drogosoktól. Volt itt harc ugye az enemivel, akik elvitték a Stick of Truth. Tehát volt itt minden, most nem kezdem összefoglalni, nézzétek vissza azért a YouTube-n a visszajátszást. Én meg tetszik amúgy ez a, sose szerettem mondjuk ezeket a körre osztott ilyen harcolós izéket, de ez amúgy egészen jó. Ezt nem fogom megszeretni ezt a játékmódot, meg ezeket a fajta játékokat, de Souls Parkba ez tökéletesen elmegy. Na, tweakéknek a, mi csináljéknak? Token. De melyik a token? Ez? Ó, bazd meg. És én most hol vagyok? Én ott vagyok. Hát akkor az egyszerű. Csak hogy ott, igen, menet közben lehet, hogy majd találunk, és mind, ja, lootolni kell ezerrel, bazd. És azt nem tudom szétütni ott. Azt szétütöttem? Hát leszarom. És shift-tel tudunk ugye gyorsan menni. Ez itt micsoda? Aha. Mindent szanaszét tudunk verni. Aha. Széttört műanyag. Ja igen, minden szanaszét. Ez olyan, mint a Legóba is, hogy minden szét kell. Igen. Na, gyerünk kifele a token a... Na, nem, token a színes bőrű, fiatal gyerek, kis srác, jó? Mondhatnád az is olyan... Nem. Hú, ez, oda menjünk, ezt, na, valaki, lehet izé, mehet a hátsó ülés, ez, oda menjünk, vagy ezt le kell karatrézni, vagy ez megdug minket, vagy mit fog csinálni? Ez nagyon perverznek tűnik. Szerintem ennek kamu orra van, tudjátok, ez a kamu szemüveg ezzel a nagy tökorral együtt. De, bocs ez. Na most lett... Nyugi. Na mi van? Jaj, ezt a Lego, a GTA klónt, azt láttam. Nem, az én nem akarok már. Azt láttam azt is, hogy van olyan is, de a Lego GTA-t én nem akarok. Á, faszom, nem megyünk oda. Így. Kurva anyád, mindjárt izé. Várjál. Nem lehet bemenni ezt izé pofán verni? Nem, sehogy nem lehet, mindegy. Elveszett erdőtől. Onnan nincs kiút. Hát, leszarom. Azt nem tudom, mi ez a maci. Mi ez a maci? Megyünk a tokenhez. Hát itt van a... Slow. Ja, ezzel lehet pukizni. Hú, de várjál, hogy lehetett izé? F-fel lehetett fel? Igen. Haló? Segg belőjük. Nem sikerült. Mindegy. Hát ez konkrétan semmit nem értünk el. Na, ez az. De várjál, hadd izé, hasunázzam már meg. Jaj, nem lehet bemenni. Aha, Timmy Fast Travel, jó. Ez jó, hogy ezeket a Fast Traveleket így unlockoljuk, mert... Na, ott a hó, hát ezt mi, vagy be kéne oda jutni? Akkor meg kéne nézni. Nem tudom... De most mi, nem tudunk bemenni a kapuz... Tudom, hogy nem lenne szabad pénzt adni kordosoknak. Mi van? Védd meg magad a paprika spraytől, de ezt sunázzuk már meg. Így. Nyomd meg az orr, hogy lásd az üzenetet, amit kaptál. Igen. Mert csak ennyit mondok, hogy ha... Jézusom. Haver, most valaki posztít videó, ami épp lefú... Ó, bazeg! Jimbo fegyverboltja különféle gázálarcokat árul. Na, majd megyünk Jimbo izéboltjába. Nem baj, elbe ezt izé. Speed limit.
Aha, ott a pénz. Hát itt nem tudunk átmenni sehogy se. Na, az például azok ott elfek. Az nem jó így. Hogy tudunk? Hát itt... Igen, az... Hát azzal járt, de akkor lőjük ki a picsába. Hát nem érdekel, fejbe lövöm. De ha innen fejbe lövöm, az... Nem? Kicsit közelebb. De nem lehet. De nő, ez mit csinál? Ez... Na, már nézzük meg, hogy... De nem tudunk bemászni sehogy se, nem. Hát, vagy ha paprika spray ellen gázál arcot... Hol a Jimbo? Ó, bazdmeg, Jimbo fegyverei, de hát ez kúra messze van. Mondjuk el kéne menni arra, mert... De... Hát, térképezzük fel a várost, mert akkor utána max izé unlockoljuk a, ezeket a gyors, tehát fast travel pontokat, és akkor nem kell utána itt szórakozni. De most... Hát, igen, én azon gondolkodom, hogy tehát most mást itt nem tudunk. Tehát szerintem az van, hogy mi a fasz tudok vele csinálni. Nem tudok máshol bemenni. Úgyhogy szerintem itt kéne a gázálarc. Jó, de akkor lefújja, akkor mi a fasz? Bemegyünk mellette, mögötte? Hát mindig menjünk el a Jimbo-hoz. Gondolom azt nem véletlenül írta ki a Facebookos falamra. Ne gyere, köcsög! De merre, hogyha ezeket nem... Hubba meg. A kínait azt izé epicsázták. Nem? Nem tudunk fölmenni? Aha. Aha. Nem tudok semmit. Nem tudok lelőni semmit. Hát némi aprót felszedünk, mert így van. Hát kifosztjuk az összes parkolóórát. Na, azt nem tudom szétcsapni. Ott van egy chim Pokémon! Várjál, ki kéne olvasztani a chim Pokémont. Menj innen! Menj már innét! Butler, vagy ki? Hogy hívják ezt? Butters! Hát ez nem jó. Tyutyi! Igen. Nem tudunk bemenni, az nem baj mondjuk, mert így legalább... Megyünk tovább. Fosztogatjuk a pénz izét, parkolóórákat. Mint hogyha zuglóban lenne. Ja, nem. Hát ez... Ja, nem. Haló. Na. Mondom, távozom. Bemenjünk. City Walk. Milyen üzenet? Ja, akkor szerintem... Vagy verekedjünk! Verekedjünk, bazd meg! Hát ezt le kéne verni. Ja, hogy itt benn nincsen csetepaté. Ez egy autó, my way, bazd meg. Azért. Kapsz kettőt. Azt a vázát én innen látom, hogy szét lehet törni. Így van. Egy csetepaté nincsen, de a berendezést most szétszedjük. Azt is, hülye kínai. Sőt, bejövök ide. Hoho! Hát fölveszük a kicsi sportáskából a...
Torito. Ó, mellé küldi. Na az... Verd a gyerekeiket! Elég a mongol! Ja, eladok, eladok. Ja, csak vásárolni tudok? Nem tudok eladni? Béketornya kulcs. Jó. Ott azt ott nem tudok csinálni semmit. Menj a béketornyába. Hát akkor megyünk oda. És a mongolok nincsenek itt? Nincsenek itt a mongolok? Ja, hozzájuk nem tudok oda menni. Azt kéne... Az. Na. Mellé küldi... De menjünk el a izé... A tokenhez. Nem? Ja, a Jimbo-nál veszünk izét. Nézd meg, ott vannak. Na, azokat mindjárt lekaratézzük. Mondjuk hárman vannak a rohadékok. Ez nem jó. Itt mindent megveszünk. Minden, ami... Minden hasznos. Bocs. Ez mi csoda? Ez mi az? Jaj. Hopp, hát, aha, hát ez semmi. Azokba bele tudok lőni? Semmibe nem tudok, nem, Jaj, nagyon jó. Na. You must be the new kid that moved to town, and you're into hunting, huh? Ez az. Na, vegyünk fegyókat. Nem izé karddal pöcsölünk, fakarddal, meg ilyenek. Fegyvert kell venni, félautomata. Szarra kell ülni a gyerekeket, nem? Szőrmók se. Én nem... Régen néztem persze South Park-t, de amúgy a... nem... Tehát így a klasszikusabbakat azért ismerem, de... Na, veszek, eladok. Na, adjunk el izé. Micsodát? Felszerelést? Nem, azt nem. Szemét. Mindent eladunk. Pisilőkalki. Annyi lóvénk van. Nem tudom, hogy jól csinálom, de szerintem a 78 dollár azért az úgy nem rossz. Használt fecskendő. Kúrő. Jó. Fegy, bazd meg. De ezt meg tudom venni, nem? Ezt meg tudom venni. Meg. Meg vegyük meg ezt a hosszú kardot is, mert ez... Ez majd kurva jó lesz, amikor elérem azt a szintet. Gondolom én. Nem? Gázmaszk, ez az. Ennyire 25 megundorodott sebzést. De ez nem lesz jó. Ez mi? Amikor védekezel. Vegyünk egy ilyet is. Ez mi? Hát ez nem kell, köszi. Ah, van, nincs is 48 dodunk. Zsír. Az inventory... Aha, itt az inventory. Ezt majd akkor tudjuk használni. Hát a 8-as szint, ez mondjuk messze van. De mindig le van szarva. És majd ezt a kis izé, kis tapancsos íjunkat... A szopás ilyet. Azt majd lecseréljük el a fa a számszeri íjra. Na, gázmaszk, druida, korona, szuperhős maszk, az igazából nem kell, azokat el tud, nem tudom eladni. Ezt nem tudom eladni. Felszereled, nem felszerelni akarom. Nem mindegy. Aha.
Feleségverő. De jó, nem menjünk a tolvaj felszív. Igen, 5 ponttal nő a maximum EP, ez még nem ad semmit. Eldug a sajtos pufi 5 életerőt, minden kör. Micsoda? Nem tudom, az mi. Új esztetés kapsz a harc kezdetekor. Hát mondjuk az se lenne feltétlenül. Mindegy, megyünk a tolvajos cuccban. Őrnagy bajusz, mágus szakál, de nem, hát nekem nincs semmi. Borostám szokott néha lenni, de... Paróka, szemét ugye nincs, ezt adta. Jó, hát menjünk. Szerintem menjünk. Akkor itt más nincs, ugye? Na, azokkal mindjárt kiállunk, csak a mappet akarom megnézni, hogy a kalandok, célok, igen, kafuzúzó. Vegyél fel valami olyat, amivel megvédheted magad a biztonságért. Na, az megvan. Jó. A kafuzúzó, mongol hús, használd a kulcsot be és a béke tornyába. Timi Express, ezt csináljuk, ezen már csak 4. Ez nem sokára meg lesz, keresd meg Kevin... Ja, igen, 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 ez még az előző részből maradt, hogy meg kell keresni Kevin iPad-jét. Uh-huh. Használd a kulcsot. De hol van a béke tornya? Térkép. Ez a béke tornya? Ja, ez. Ja, az itt van. De én most itt vagyok. Ja, hogy akkor vissza kell oda menni. De nem baj, ezeket szarra verem. You're a douche. Úgyis most gyakorolni kell itt ez a harcot, mert így nem tudom, hogy mi a fasz van. Tárgyak? Milyen tárgyak vannak? Az most nem kell. Milyen képességem van? Hátbaszúrás. Hát a izét kéne ezt az ilyes csávót. Legyen ez. És ezt. Csencselés. Jó, nagyon jó. Most el van kábítva, úgyhogy ő most nem fog lőni. Nézzük az ő képességét. Ez meg legyen... Mennyi élet van ennek a izének? Legyen a villámlós. És akkor őt is ki fogja ütni. Nagyon jó. Igen, na... Ezt védtük? Nem tudom, hogy védtem, de mindegy, van életem bőven. De ezek már ezek mindjárt meghalnak. Ehe. Ehe. Kinek megy? Ja, info, vizsgálat. Na, nézzük a kettes enemy. Hát neki nagyon alacsony, ő lovos. Az konkrétan az meghalt. Menjünk rá erre, mert erre kéne. És az micsoda? Ez, ja, támadás emelkedés, az mit jelent? Tűzre érzékeny. Ezt kéne tudni értelmezni, mert ezt nem értem, hogy... Kussolj már! Hát őt leíjazom a picsába. Tökéletes, ez az. Te csak akkor, hát őt megfogjuk, azt izé. Nem, visszatöltjük az app, mely energiaitallal, tudom, visszatölt 10 KP-t. Az pont jó nekem. Saját magamat töltöm vissza. És, igen. És tehát ráteszünk egy izért. És ugye a tüzet ő nem bírja, úgyhogy, és... Aha. Az kicsi, ezt kaptad. Kaptad, öcsém. Aha, védekeztünk, nagyon jó. Mennyi van neki? Mennyi élete? 43? Hát szerintem a harcos hangzsárral izé.
szedem őt, úgyhogy menjünk rá harcos hangzsárral. Amikor a fegyvered villan egyet, bal kattints, vagy jobb kattints, az erőteljes támadáshoz. Ja, le van engedve, akkor ezzel most... Jó, őt. Ennyi. Ennyi. Így van, easy, easy győzelem, na lootolunk. Mindent felveszünk. Kell legyen még egy. Na, halló? Nem vagyunk. Három volt, ugye? Három volt, igen. Némi KP. Ide bemenjünk. Menjünk be ide is, te van szarva. Jó! Ezt tudom, mi lesz. Én sejtem, hogy mi lesz. Chim Pokémon! Hát azt le tudom lőni a Chim Pokémont. Azokat is letom? Nem, azt nem tudom lenni. Az üveget? Az üveget letom. Nagyon jó. Fölvettem egy szilánkot. Üvegszilánk. Hát ez fontos. Azt nem tudom fölvenni. Akkor ezeket lelődözgetjük. Lőjük ki a kezébe, azt nem tudom kilőni. Nem. Na mi van? Szia, Viki! Nem bírjuk a ti fajtátokat erre felé. De most miért nem mondja azt, hogy hé, te kisfiú, nem szeretjük mi a te fajtádat erre felé? Na, megint kaptunk... Ó, bazzeg, annyi... Na mindegy, nem baj, ez jó, hogyha kapunk feladatot, mert ebből lesz sok izénk. Ezt ugye nagy Elden Ringesektől én eltanultam, hogy itt nem tudok semmit csinálni. Jó. Vele nem tudok beszélgetni? Nem. Haló? Ó, ATM 0,27-et dobott. Hát ez nem sok. Tehát akkor menjünk le a pincébe. És a patkányok a... Oké. Hát ezt izélem. Ki? Haló? Nem tudok izélni? Nem, az nem hal meg. Mi a... Úristen, patkányokat, öld meg a patkányokat a pincében. De mi látom a patkányokat megölni? Jakab Peti! Milyen Jakab Peti? Itt lesz Jakab Petya? Ne emlegessük már azért a... Na. De mi? Föl kéne robbantani őket? Hogy mit tudok csinálni? He? Egy kardozni kéne vele? Ja, hogy ezzel így... Ne basz! Jézusom, hogy ezekkel ugyanígy kell harcolni, mint a... Hát ez micsoda veszett patkány, mint egy mini kutya, egy kis egér. Oké? Ez veszélytelen. Mutáns patkány, 81 EP. Az meg a fekete bőrű veszett patkány. Na, Jakab Péter, tehát ott lesz a parlamentben. Mr. beszéltem a melóssal, reggel 5-kor, busz megállóban. Na. Hát, menjünk rá, nem, rámegyünk a, hát a nagy patkányra megyünk, hát oda baszunk neki. Milyen képességem van? Besúrjon a hátrányi, komoly sebzés, tökéletes. Ellop egy tárgyat tőle, hát az nem kell. Hát ez lesz akkor. Bal egérgombalak. Aha. Rámegyünk a hátba basszuk a...
Ennyi. Az annak 20 HP. Az már is vérzik. És őt pedig villámmal odabaszunk a izének. Így van. És az konkrétan annak annyi is. Így kell. Figyelj, figyú. Nem tudom a pincébe villámokat hogyan idézünk, de mindegy. Az a kettő patkány. Anyád! Védekeztünk? Jó. Hát ezt meg lekaratézom. Konkrétan neki 40 EP, hát azt rámegyünk a izével a kardunkkal. Ennyi. Hát egy, na, három patkány. Patkánytalanít. De jaj, hogy vannak? Ja, hogy aha. És tudok lootolni a patkánytól. Ez nagyon jó. Hol a sok kicsi patkány? Attól nem tudom lootolni, nem tudom. Hát de ha már itt vagyunk a izé pincébe, akkor szétbaszunk mindent. Igaz, hogy a patkányokat is szétítjük, de... Hát ne, hát nem, ne, már hogy ne. Jó. Aha. Ez meghalt? Ott folyik valami löty. Jó, akkor ott az sem. Ó, úristen, Jézusom. De azt le tudjuk ütni, azt a... Aha. Aha, az meghal. Az méreg kéne legyen. Nem, nem. Aha, 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 tudom, tudom, figyú. Csak nem, tudom mi lesz a megoldás, figyú. Az egy löty, figyeljetek. Instant győzelem, hát oda nem megyek most oda, mert gondolom engem is megráz a... Ó, az áram. Az áram én vagyok. Jó. Hát azért, amit tudunk, ezt szétütünk. Jó, nem. Én inkább nem megyek oda, mert félek. De ez miért jó, hogy kifolyik itt ez a cucc? Ha? Jajaj, nem, jajaj, nem. Még sok ilyenekről lepj meg a miniszter. Hát, igen, hát krumplira már nincsen szüksége, mert ugye tudjuk, de amúgy pont ezen beszélgetünk ismerőségemmel, hogy csak egy kis politikai kitekintés. Vidéki embereket krumplival megvenni, azért értitek? Tehát, hogy tengerhez vizet. A vidéki, na mindegy, jó, oké. Okay. Jó, igen. Hát, menjünk neki, de nem kerüljük meg aztán... Trükközzünk. Mert itt ez volt, ez itt nincs. Hopp, ennyi. Ennyi volt. Hát ez. Nagyon jó. Igen. Hát szana szétütünk. Gyűrt papír. Na, azt is beváltjuk majd. Feltámasztó főző, gyorsító fő, mogyesz ízű snaps. Bowling trófea. Nagyon jó. Hát itt a gyerekek, hát itt mindent összegyűjtöttünk. Tiszta izé. Hogy megyek, ezt ilyen garázsvásár. Jó, hát akkor az egy patkány marad, akkor azt valahogy azt is le lehetne izélni, izélni, nem? Az kéne szerintem valahogy ráüt... Izé... Aha. Itt ezt nem. Nem? Na nézzük. Nem. Hát mindegy, csapjuk le. Hoppá! Új, új, oké. Nem baj, rácsapunk a villámmal. Vérzést okoz. Hát mit lopunk el egy patkánytól, az konkrétan nem tudom, de... Na nézzük meg előbb, hogy... Nem? Nem tudok visszamenni? De... Ugye az mit tud az a patkány? Az 81. Az 40. 81. Ezt lesebezzük, villámmal megbasszuk ugyanúgy ezt a kettőt. Nagyon jó, készen van a terv. Hát de tényleg, tehát hogy max tényleg a pesti embernek van szükség krumplira, mert ugye a pesti emberek jó, nyilván tudják, de azért enyhe túlzással nem tudják, hogy ők megveszik a boltba a krumplit, az kész. Tehát hogy amúgy így hogyan. Én még amúgy simán kinézem azt is, ha már
leírás tudatlanozzák a vidéket, mert mit láttak a izék, a számláló biztosok, meg a delegáltak, hogy nem tudod se írni, se olvasni, és csak azt kérdezte, hogy hol kell beúzni a fideszest. Ebből egyenesen következik az, hogy minden írás tudatlan, meg olvasni nem képes ember, az csak fideszes. Na, mindegy, de most már hagyjuk is a politikát, mert látom, itt kezdenek elmenni az emberek, úgyhogy no politizálás. Mit akartam? Oda menni a... nem, de oda menni és hátba szúrni azt a köcsögöt. Ja, azt nem is tudom, hát a kicsit meg nem szúrom hátba. Így van. Most jön a Butler. Gerard Butlers. Így van. Így van. Hát ez megint egyszerű lesz. Így van. Azok ki is dörtek. Ajaj. Ajaj, ú, azzal mit tudok csinálni? Tárgyak. Erőital. Feltámasztó. Nem kell. Tisztítóvíz. Negatív állapotokat eltávolítja. Hát... igen, nagyon jó. Oké. Okay. És ő mennyi? 81-es? You think you're better than me? Hátba szúrjuk. Így van. Ő mindjárt elvérzik. Hát ennek csak oda cseszünk egyet kalapáccsal, nem? 20, hát ezt... sima. Arra nem használunk semmit. Kalapács, kattints jobb egérgombol, amikor Butler's kalapácsa megvillan. Pff, 46! Ez az! Easy! Na? Patkány adott emlútot, ja. Hát azt még, ezt mindig nem tudom, hogy ez csak megreped az a cucc, de... na jó, van... patkánymentesítve van a pinyó. Ugye? Ugye? Ja, de ezt nem vettem föl, haló. Jó. Hát akkor, akkor megvagyunk. Az megvan, megvan, megvagyunk. Na gyere! Add csak ide a valamit? Nem tudom, mit adsz. Damn if you ain't a noble knight after all. All right, kid, here you go. Mit kapunk? Fegyvert kaptunk. Meg nem sokára harmadik szintűek leszünk. A szuper fasza. De nem tudok belebeszélni? A csapossa nem tudok beszélgetni? Nem. Hát, jó. Jó, menjünk. Hát szerintem itt akkor már más nincs, ugye? Na, az micsoda? Hát ez... hát tök erősek vagyunk, úgyhogy... na, jó, nézzük a küldiket. Béketorony, oké, ezt... a maszkot megvettük, oda majd visszamegyünk. Timi Express, hát az ugye megy. Ezt meg majd csináljuk. Jó, jó, mindegy, menjünk akkor most már tovább. Hát, hogyha már térképen itt vagyunk a... majdnem itt. Akkor ide jussunk el. Timi Expresseket izé fedezzük föl szerint. Hoppát, ezt haló. Pénzforrás. Nehogy már ne szedjük ki a lóvét a... erre való. De közteresek úgyis kiszednék, nem? Ott semmi. Az a jó, hogy egyszer bemegyek egy épületbe, és utána addigra ezek meg lesznek javítva. Ez, most nem tudom, hogy ez bug vagy... hello? Ubaz. Ja, hogy arra nem is lehet menni. Hogy erre akkor nem lehet menni? Ja nem, mert itt vagyunk. Ja, hogy már itt vagyunk. Ja, hogy a... aha. Akkor nem tudunk tovább menni. Aha, ott egy madárka. Hát azt... hát fun. Lesz fun, nyugi. Na, mit csinálsz itt? Ha kiszabadítottuk a csávót. I hit it a little hard at the bar this morning. Thanks for waking me up, kid. You on Facebook? Gyűjt papír. Skeeter. Skeeter over. Na jó, akkor, akkor húzzunk vissza. Nézzük meg, hogy mit nem jártunk még be. Ugye elvileg itt nagyon nem is
tudunk... Jó, visszamegyünk ide. Ezt megvettem. Ezt megvettem, nem? De nem, mert nem teljesítette. Vegyél fel valamiért, melyen megvédheted magad. Ja, hogy föl kéne vennem? Nem? Inventory? Ott a... nem szuperhős, hanem gáz. Ja, hogy... ha... oké. Bezár. Ja, és akkor most változott a... Aha, és el is tűnt ugye, aha, a Skeeternek a, vagy Jimbo gányaiból. És oda kell visszatérni. Nem oda, hanem, hát akkor ide. Mindig csináljuk meg akkor mongolos küldit. De nem baj, jól nézünk ki ebben a izében is. Ezeket is... Hát le vagy szarva. Mindjárt kapod. Ja, hát ez könnyű lesz így, nem? Hát elcsenünk egy tárgyat tőle. Jó, meg ebben el van kábítva, és nincs sok EP-je, vagy EP-je. Úgyhogy kalapáccsal szerintem a fanéket villámmal rábaszunk egy nagyot mind a kettőre, az meghal. Eddig... hoppá, ezt elrontottam? Támadás növelve, Visszavág. Oké. Na neked mennyi van, te hülye gyerek? 49? Hát azt lebaszom szabjával, nem szopásijával. Nem, mert ő védelmi ízébe állt. Aha. Nem elég. Nem mindegy kalapács, de nem kalapáccsal nem tudom leütni. Megpróbáljuk kalapács, de ez nem jó a kalapács. Nem jó. Igen. Hát mert védekező pozícióban. Ez kurva nem jó, na mindegy. Hát akkor kapsz még egy ilyet a pofádba. Ja, itt, ja, gyors utazó, és akkor ide kéne, ja, Tower of Peace, aha. De ezt még mindig nem tudom, ezt hogy szabadítom ki? De a csimpokomont, azt hogy szabadítom onnan ki? Na mindig, menjünk be ide a toronyba. És, ja igen, itt van a kulcsunk, ugye megvan hozzá. Na, teljesítsük ezt a küldit. Menj az időközben azért. Na, hát még egy órája sem toljuk, most jó. Új, haló. Ja, ezzel most harcolni kell? Aha. Hű. 81. Most nem tudok ezével jönni. Hát valami csórjunk el a... Komolyan is tökéletes. Tehát esetén vérzést okozva. Hát lopjunk el tőle valamit. Nekem ez a villám, ez bejött. Aha, így kell. Ez mit jelent, hogy gyenge? Mi az, hogy gyenge? Ja, mert neki van izéje. Várjatok. Info. Mert ő mit tud? Kéne tudni. Villámra érzékeny. Villámra érzékeny. Mind a kettő.
Ez akkor micsoda? Ezt nem értem. Mi az, hogy gyenge? Nem. Szerintem ez így jó lesz. Meg is haltak. Tökéletes védekezés, ez az. Hát íjazzuk le, szerintem. Ez nem jó. Na őt hogy tudjuk? Várjátok, hogy csak hogy tudj... Aha. Az micsoda? Tűzre... És hogy izéje van, tűzre érzékeny. Tűzre érzékeny. Hát itt kalapáccsal lehetne, de lehet, hogy meg kéne előbb gyógyítani. Na mindegy, hagyjuk a fenébe. Ugye az volt, hogy... Hogy a kisebb ütés sebez a páncélosnál valamilyen nagyobbat, azt nem értem, hogy miért. Na most nem áll támadó pozícióban, úgyhogy ezzel most rábaszunk. Ennyi. Megöltük a mongol gyerekeket, így van, és akkor most kapunk majd izét? Hát na, előbb fölvesszük, amit föl lehet venni. Így van, azt le lehet mindjárt lőni, fogadjunk. Nagyon jó. Benzineszen azért locsoljuk a helyet, utána fölgyújtom a csába. Jó, hát ott föl kell menni. Aha. Ó, bazd, jaj, ne. Nem akartam. Jó, de ezek csak ketten vannak. Ennek is van 10-es izéje, védem, ennek is 10. Akkor ezt íjjal őt nem tudjuk, ez biztos. Tehát akkor rá kell baszni nagyot a... Kicsit, a hangy... lándzsával. De... Lopjunk el valamit? Nem csináljuk ezt. És most nem védekezik, úgyhogy a kalapáccsal most rá tudunk baszni. Bazd, még mindig van élete. Védekeztünk, ugye? Hát szúrjuk őt is hátba. Hát és rábaszunk ezzel is a jobb begérgomb. Ugyanaz a taktika, mint a izénél. Nem maradt sok. Ennyi. Nem tudom, mitől halt meg, de... Mármitől meghaltak a kis kínaiak, úgyhogy a mongolok. Nagyszerű. Ott van valami láda, ezt hogy tudom kinyitni? Ja ne, hogy megüsd, basz meg, ne. Azt nem tudom leszedni, nem tudom. Ne ott menjél. Azt nem tudom szétütni. Fejlesztés elérhető, azt hol tudunk fejleszteni? Vagy itt nem tudok fejleszteni most? Hogy van? Képességek? Egy, ja de, aha, tudok. Ja nem, aha. Jó,
Jó, fejlesztjük fel ezeket. Nagyon jó. Ezeket ki tudom lövöldözni? Várjál már. De akkor azokat is ki tudtam volna lőni? Ja, ki tudom őket lőni. De ez mire jó? Augusztus 20 vagy mi? Lövjed már. Aha, jó. Aha, az ott mi? Bocsánat. Mongol kincses kulcs. Ja, na, aha. De, aha, nem tudok oda menni. Aha. Nem. Ezt valahogy ahhoz kéne hozzáférni, de az hogy tudok? Sehogy. Ne lefele menjél. Jó, nézzük, mi van fönt. Hát itt már akkor kilőttem mindenféle tűzijátékot. Mi? Ja, door puzzle. Hát oda kell lőni, ott villog. De az mi? Ja! Ja, ott, aha, ja, hogy ezt oda kell tenni, és akkor egy, aha, jó, oké, és ezeket meg ahhoz ki kell nyírni. Anyád! Ó, fa, Jézusom, hárman vannak? Hárman. Nem probléma. Nem probléma, nem izgulunk. Hát kábítsa el ezt a csávót. Nagyon jó. Hát a szokásos villanyás. Baszd meg, túl késő. Ajaj. Ajaj. Ajaj, hajúj, hujúj, hujúj, hujújúj. Tárgyak. Mit tudunk csinálni? Hát a tisztítóvíz az erre jó lesz? Ja, igen. Magasabb lett az épém, nem? 101, hoppá, ajzének. Már nekem, uh-huh. Hát őt hogy kéne, vagy őt hogy kéne? Uh-huh. Kapta halt. De nem, most ez nem védekező pozícióban áll, ugye? Elvileg nem. Étel elixír, ez mennyit? 40% EP? Hát az elég lesz. Együnk. Együnk chipset, nagyon jó. Elkezdett szakadni az eső? Már hol? Nálatok? Hol? Pesten? Mondjuk itt is ír esőt. Aha. Igen. Szép. Lerakta a fej... Ja nem. Nem, védekező állásban van, úgyhogy ezt csak íjjal tudom akkor. Uh-huh. Nem sokat sebeztem, az a baj. Tehát tökéletes, csak ez... Aha, most a kalapáccsal viszont rá tudunk nagyot csapni. Hey!
Mongol tudor bitki dajik nuz bai. Ennyi. Jó, győzelem. Győzelem a Ferencvárosi. La 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 la. De hogy megyek? La 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 la. Ha la 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 la. Ha la 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 la. La 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 la. Jaj. Hát és kilőjük ezeket is. Nem tudom, ennek tényleg mi értelme van, de... Ja, és akkor azt lelőjük. Köszi. Sárkányfalok. De hát ide most mögötte vagyok, nem? Na mindegy. Oda tesszük a sárkányfarkot. Így. És akkor ide állunk. F. Így. Jézusom! Ja, de... Ugye ezeket nem... Ezek felnőtt... De ezek... De ezek felnőtt mongolok. Mi van? Haló? Én mennék inkább haza. Anyához, apához, izé. Várnak a... pizzakorongokkal. Hát... Hát kábítsa el, nem? Hát kábítsa el. De ezek mi? Ja, ennyi? De ezek összesen ennyien vannak? Oké. Hát basszunk oda a hordának. Ja, hogy ez egy darab... Aha, ez egy darab... Főnök. Nagyon hatásos páncél ellen? Van páncéljuk? Van bizony. Nagyon hatásos páncél ellen. Hát legyen páncél. Én most azt gondolom, hogy akkor páncélt kéne neki basszuk a izének. Csapkodd az A és D gombokat. Majd bal kattintás, amikor villanást látod. Jó. Kattints balegér gombbal. Nagyon jó. Ott állnak a vérben. Hát rá kéne villámmal csapni, csak ugye... Mondjuk életünk az van. Ez mit tölt vissza? KP. Nekem KP kéne. De páncél ellen hatásos, tehát mégiscsak ezt kéne próbálni, nem? Ajaj, új. A vérzést mivel tudom meg tisztító? Tisztítóval szerintem. Hát ezek most védelmi pozícióban állnak, nem? Van vérzésük, de hát én nem mennék oda karddal, szerintem kard az most az hülyeség, nem? Hát meg kéne szopás ilyenba próbálni, csak... De ez még nem lesz jó, mert ugye van páncéljuk. Vérzés alatt lehet izé? Lehet őket... Nem baszok rá. Nem piros a izé, tehát hogy elvileg, hogyha...
Kéne gyógyítani az izét. Oké, 151. Mongol... Ajaj! Ajaj, bassza meg, égünk! Bassza meg! Jó, csapjunk oda megint! Muszáj meggyógyítanom megint, mert izé, az vagy kapni fogja. Nem, 49. Jaj, jaj. Oké, okay, és akkor most jövök én. Fú, meg kéne gyógyítani. Nem, mondjuk Butters meg tudom gyógyítani, ugye? Töltsük fel a képességünket. Ez az EP-re nekem nem, nekem energiaital kell akkor. Gyerekek, a két gyerek kinyírta a felnőtteket, ez az. Hú, bazeg. Tér vissza Mr. Kimhez, elűztük a mongolokat, most aztán büszke lesz ránk az öreg. De semmit nem hagytak itt? Ja, ezt már fölvettük? Jó. Na. Az igen, az igen. Na jó, micsoda tűzi játék. Augusztus 20. Na már megint, bazd meg, ott vannak a mongolok. Hármas szinten vagyok, nem tudunk valami hármas szintű. Jaj, lehet dárca, mongoli, ez az. Na ez mit csinál? Extra sebzésre találtak erős páncélok ellen. Tisztelik tűzsebben hibán. Hú, melyik legyen? A bárdarc vagy a izé? Mongoli. Én a mongolia szavaznék. Klejtsisokja az nem kell. Azt még nem tudjuk fölvenni. Jó. És ez itt még nem lényeges. Mert a bárdarc, az meg, hát ez most, ez ugyanannyit csinál, nem? Tisztelik tűzsebzés okoz hibátlan támadás esetén, tehát az, az tűzes izé. Célpont véreznék ezt hibátlan támadáskor, három feletti véletlenszerűen tele célpontokat, és a mongoli az meg extra sebzés, az plusz 10% izé, vagy 10, á, mindegy, legyen ez. Nekem a mongoli az jobban bejön. Nem? Legyőzzük ezeket is. De inkább elkábítjuk.
Oké. Hát nagyjából kivédtük, de... nem védekezik, úgyhogy... hát próbáljuk ezt a mongolíjat. Ez nekem nagyon szimpatikus. Az igen, gyerekek, a mongolí az... Szó egy picit. Jó van, hát akkor mongolíjat toljuk majd. Hát most osztjuk itt a gyerekeket. Ezt még mindig nem tudom kinyitni, nem tudom, hogy kéne. Na, menjünk itt lefelé. Na, itt már csak nem találkozunk emberekkel. Ott is elindul minden. Nagyon jó. Aha, ja, aha, figyú! Nem? De várjál, most a mongolíjjal nem tudom izé. Vagy ezt le kell finganom? Ezt hogy tudom felgyújtani? Ezt hogy tudom kiolvasztani ezt az izét? Ezt valahogy... Hát nem tudom. Cica? Bocs. Bocsi cica. De várj, most hol volt a kínai... Ne, hol volt? Nem, itt volt, ugye? Odébb. Ja igen, ide jövünk vissza. There you go, kid. All this shitty chicken you can carry. You do good work. I'll help you fuck up Mongolians anytime you want. Not bosses, though. They too tough. You call me with this. I give you one per day. Yes! Jó. Miniatűr gong. Ez ami idézés. Akkor itt tudjuk hívni. Mire tudjuk hívni? I used to be sad, but I found Jesus. Ez kiter üzenetet küld most. Írtsuk ki a csótányokat. Írtsuk ki a csótányokat is, mert izé... Gondolom azért szólt, hogy csótányok is vannak. De mindjárt visszanézünk oda. Anyád! Most ezek hogy... Nem áll... Jaj, nem... De... Jó, az easy. Hát ez meg is halt. Azt kapta. Tűzre érzékeny, hát akkor ez kapja mindjárt izét. Visszavág! Hát az eléggé gyenge visszavágás volt, hát oda megy, nem? Hát nem kell idézni. Jó, meg tudnánk, ha izé kínai csak. Na nézzük meg az idézést, az mit tud? Megidézi... Egy ellenség fel... hát ezt kipróbáljuk. Hú, vagy ez csak egyszeri? De most lehet, hogy elhasználtam. Jó, megyünk, megyünk. Jó. De hol van a Skeeternek a pubja?
Oda kéne... Itt volt, ugye? Hol volt? Ez a Jimbo fegyvere. Jaaasz! Ó, bazd meg! Menjünk már oda vissza. És kíváncsi vagyok, hogy a... Ma adjon a patkányokért is valamit. Ezt még mindig nem tudom, hogy lehet. Ha valaki tudja, hogy lehet ezt a... azt kiolvasztani onnan, akkor szóljon már, vagy írja már meg. Hát jó, megkeressük azt is, nyugi. Csináljuk, csináljuk. Rajta vagyok az ügyön. De most miért? téged kedvelünk. Ja, most akkor... Ja, hogy itt... Ja, de nem, gondolom le kell menni, nem? De nem, nincs semmi. Ja, akkor ez csak ilyen izé volt. Ó, bazd meg. De akkor csak posztolt egyet. Jó. Akkor, ja, mert ez nem is küldetés, hát nem jelent meg. Jó. Na, mi kalandok, igen. Menjünk vissza izéhez. Kapuzúzó. Sötét mezők. Ezt csináljuk, mert hívjuk össze a lobogókat legalább. Nem, keresünk a templom körül. Na, hol a templom? Nem? Templom? Az meg ott van! Na, jó, akkor itt lemegyünk. Nem. De tudod mit, de? Apád faszát. De ezek miért vannak mindig itt? Hát persze, nyugi van. Nyugi-bugi. Hát ezzel meghal. Ennyi. Kapta. Ugyanúgy a villámot rátoljuk. Ez el is menekült. Hát ez meg már minimum 18 élet, úgyhogy ez lófasz. Igen. Tehát akkor az mongoliét fog kapni a seggébe. Nesze. Század sebezhet egy mongolia. Igen, mongolia egy picit egyszerűbb, igen, ezt megállapíthatjuk. Na, a többi ott van. Na jó, és akkor menjünk. Hol tudunk, hol a map? Ja, ott tudunk majd lemenni, igen. Itt. Aha. Hello. Jó, találtunk energiaitalt. Nagyon jó. És igen, ott lesz a templom. Jó, megtaláltunk egy újabb izért. Oda mehetünk még? Mi van ott a térkép szerint? Tehát ez semmi. De mehetünk még. Sportáska! Ez mi? Yes. Mi? Aha. Jó, és akkor nem tudunk tovább menni. Oké. Okay. De itt lefele még tudunk. Ja, hogy átjöttünk. Aha. Jó, megnézzük majd ezt is. Mert Timinek a azért travel pontjait, ezt ki akarjuk. Ó, nem áll, valaki leiratkozott, de mi a fa? Nem, mi? Haló. Na, akkor be kell menni a church-be. Gondolom, itt meg kell harcolni a ezekkel. A papnövendékekkel.
Semmi. Ó, hát itt aztán majd annyi lút lesz, hogy ott vannak a könyvek. Semmi. Igen. Nem, hát oda se lehet bemenni. Hát hagyjuk a fenébe. Na jó, mindegy, menjünk még egyenlőre. Biztos kell legyen valami. Semmi. Ott sincs semmi. Jó, hát ez remek. Tehát akkor... elbasztunk egy csomó időt. Virágokat nem lehet szét... ja, mondjuk a templomban semmit nem lehet szétütni. Bocsánat, bocsi. De semmit nem lehet. Aha, ja, hogy ezt oda kéne valami fordítani, de miért? Igen. És az jó nekünk? Nem tudom, az... lehet, hogy a pap csorta el a tabletet? Hát keressük meg. Menj a csetben. Ja. Így van, hát na. Nem, köszi, nem kell indiai feliratkozó. Nem, nincs rá szükségem, úgyhogy ezt mellőzzük. Hit meg egy cél. Hát itt nem lesz akkor, haló. Itt nincs. Igen. És akkor be tudunk ott menni? Nem. De hol van akkor a tablet? Megszereztük? Nem szereztük meg, nem? iPad-jét a templom körül. Tehát akkor lehet, hogy nem a templomban kéne megkeresni? Szia, Műbi! Üdv! Cságyékok! De nem tudom, hogy most... mi? Van játék? Van csézés? Vagy lenne csézés? De hol? Nálad... itt van a tablet, haló. Add ide a tabletet, köcsög. De hol lehet? A templom körül. De nem biztos, hogy bent van. De ezt gyanítom én is. Rájöttem. De... De... ja, mentetek D-ket? Majd én még játszom később, tervezem még csak. Most annyira benne vagyok ebben, ez most így nagyon izér, nagyon piszkálja a fantáziámat, de hol lehet az iPad-je? De mi a fasznak keresünk, hogy a templom környékén egy iPad-et? Szóljátok, hogyha láttok valahol, lehet, hogy a fán? Esetleg? Vagy? Tudja valaki, hogy hol lehet az iPad? Hát jó, igen, majd megyünk oda is, csak... hol lehet az iPad? Ez a templom környéke, most itt ezt végigmásztam. Á,
Hát a Life is Strange-el sincsen semmi gond, főleg, hogy a True Colors-ben jóságű csajjal kell menni, úgyhogy az nekem abszolút bejön. De hol van a tablet? Hát de kussolj, mert ne szóljál be, mert akkor a templomban lesz. De hol? Hol? Miért világít oda az a szar? A fákat nézd. Ja, ezt te vágod? Fákat nézd. Fa mögött. De hát bementem a fa mögé. Ne basszatok már. Hát itt vagyok a fa mögött. Melyik fa mögött? De hát... Ne szórakozzatok már. Oda nem tudok menni. E mögött? Nem, ott... Mi ez a zene? Na. Igen. De oda biztos, hogy nem. Jó. De ide nem tudok bejönni. Jobbra a karácsonyfa mögött. De... Édes Ist, bazd meg. Köszi. Na jó, akkor menjünk viszont arra Timinek a pontjait gyűjtsük össze. A Fast Travel. Jó, ezeket most hagyjuk a fenébe. Itt mi van? Ott patkány, portkány, jó? Hát ezeket legyapjuk gyorsan, mert most bunyós kedvembe vagyok. Mi van? Gyere ide, gyere. Most ez... Oh, it's on. Jó, hogy... Vad er... Oppa, bazd meg, Micsi! Micsi! De miért ő kezdett? Haló? Ezt kéne kinyírni. Kis gyökeret, el kéne kebbetni. Igen, ne tudja gyógyítani ezt a gyökeret. Hát tűzre érzékeny, úgyhogy akkor... És ugye most ő védekező állásban van, úgyhogy... Hát odahajíthatja a kalapácsát. De van neki páncélja a csávónak? Hát nincs. Nem baj, akkor izét oda csapunk a villámmal. Villám. Villám. Tökéletes védekezés, nagyon jó. Hát és akkor ezzel odabasszunk az íjjal, mongoloid íjjal. Nesze. Pak, kapta. Hát ez meg kalapáccsa odabassz neki egyen. Ennyi. Így van, el vannak intézve. Jó. Mindent felveszünk, most már be kéne lassan váltani itt a dolgokat, mert... Annyi mindent össze, hogy be tudunk menni a suliba. Jó, hála Istennek, hogy nem. Ó, bazd meg, lehet, hogy ide nem kellett volna. Mindegy, jöjjünk be ide is. Ne, megint izé lesz. 10 per 12, akkor már csak 2 zászló van hátra. Gyerekek. Ajaj. Ajaj. Ezeket le kell győzni majd? Hát, akkor le kell ezeket győzni? We don't hang with conformists. Go get the stuff to look like we do. Oh, please.
what goth kid walks around in those There's clothes. This cool old dude who sells clothes on the other side of town. Ja, okay, jó, hát akkor a túloldalán a városnak tudunk ilyen izé cuccot venni. Jó. One time I got the worst nugget behind that building over there, it sucked. Ott is van valami. I could swear I heard a voice coming up from the sewers. It said something like... Menjél már odém. De nem. Ott látok pedig valamit, nem mindegy. Community center. Ja, ezeket szétütjük. Legyen pénzünk. Haló? Szedd már össze a lóvét. Szedd össze magad. Jó, nem tudunk oda se bemenni. Hál' Istennek. Meg lett teljesen, nem? Ja, vissza kéne vinni, mi? Jó. Hát visszavisszük, csak akkor már visszafele, izé, visszafele vezető úton a Chim Pokémon. Be kéne menni valahogy izébe. Aha. Ott egy tatyó, nagyon jó. Várjál, nem tudok itt... Oda hogy tudok bemenni? Oda be kéne mennem valahogy ezére, de ide hogy tudok a... Hogy tudok majd oda bemenni a Chim Pokémonomért? Na mindegy, most ezt leszarom. Ott voltunk. De várj, hát itt voltunk már. Ja, innen indultunk ki. Uh-huh. Hol az anyámban lehet még fast travel point? Kettő még hiányzik. Na mindegy, akkor menjünk vissza Kevinhez. Nem tudom, az hol volt. Hol van Kevin? Ja, az itt van. Uh-huh. Nyolc milliméter csapadék lesz ma? Hát az nagyon jó. Ezt már ott kifosztottunk mindent. Az a vázát. Á, ott van. Na tessék, itt az iPad-el. Ennyi. És akkor ezért, ja, hogy kapunk. Lassítás rakétája fegyver. Jó van, hát az mindegy. Akármit is jelentsen, kaptunk fegyót. Szuper. Ja, de erre megyünk ki. Na, egész jól állunk a helyzetben. Na, mindjárt belekezdünk gyorsan egy kis szuperszegyúszerbe. Kalandokba egyre kevesebb. Ide még visszamegyünk. És ezt kéne még, de bazd meg, hol lehet még kettő kéne. Na, mindegy, végig fogjuk mászni. Na, menjünk. Na várjál, nézzük meg a térkép, igen. Szóval ott van egy. Itt nem voltunk még, szerintem ezen a részen itt kéne legyen, ugye? A City Hall. Mert itt végigmásztunk, azt tuti. Itt is voltunk, ugye az oké. Okay. Ide lejöttünk, az is biztos. Ugye eljöttünk ide a izékhez, tehát itt megvan. Szerintem ez itt ezen az utcán kell legyen, mert innen is jöttünk. Uh-huh. Hát az lesz az. Menjünk a City Hallhoz. Teme!
fölmegyünk ott a City Hall. Aló? Hogy még ott föl? Ja, ott. Uh-huh. Hát ott van egy ládikó. Arra, hogy megy, hogy megyek oda be? Oh, what sad times these are when the nation's youth run around in dungeon clothes playing the games of Satan. Young man, if you really want power, there's only one thing you must do. Find Jesus. Find him, and when you do, return to me. Ú, meg kell találni Jézust. Jaj, ne kap... Találd meg Jézust. Give it back! Give it back! Why don't you make us? That's my Justin Bieber toy. Not anymore, it's not. Aw, did baby lose her toy? Na mindjárt szétcsapunk köztük, bazeg. Kinyírom, bazzeg. Kinyír... Azt a rohadt. Három csaj. Hát mérjük fel, hogy ki hány élete 113, azt szétütöm a mongolíjjal. És utána az izével, a villámmal meg ezt a kettőt. Jó, akkor a mongolíjjal az első előlévőt kapja az ívet. Az halt is, így van. És ő pedig... Maradt még egy kevés, de mindegy. Páncélozott, hát ki nem szarja le, hogy páncélozott. Hát ez könnyű volt, amíg lányokat elverni, ez nem volt én... Jaj... Jó. Várj, ott be tudunk menni, nem? Ha, várj, ott volt valami. Nyugi már, megyek a questre, na, csak ha ezeket föl kell szedni. Értékes, ott volt még valami. Jaj, tele van, aha. Ho-ho-ho-ho! Hát majdnem nem veszem észre. Haló? De nem tudom, hogyha összehívom bandát, akkor a többi küldetés az nem ugrik, tehát akkor nem megy tovább a sztori. Azért nem akarom még a bandát összehívni. Hát fosszunk itt mindent tulajdonképpen. Aha. Hát itt... jó napot! Na, akkor menjünk oda, beszéljünk. Hát, ha valami küldít. Hey kid, maybe you can help us with something. All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. If you could go and beat the crap out of all the bums and people in South Leaf Town, and restore South Park's reputation as a compassionate community. You gotta get every single one of those bastards, okay? Jó, meg tudnád venni az összes csövest. Jó, hajléktalan probléma. Hát végül is lehet, hogy így kéne számolt fel a hajléktalanokat. Hát konkrétan... Jó. Oké. Kéne valahogy gyors fast travel... There's a rumor the girls have a secret base, but I've never seen it.
Az a tudna, az mi? Ott a, na, megvan még egy fast travel, akkor az utcsó kéne. Igen, egy kéne. Törcsi. Törcsi. Jó. I love my wolf security system. I refuse to be the victim of a white burglar or a white serial. Yeah. Get on the ground and shut up or your brains are going on the fucking cat, hole. But you're on top. How's it going? Just showing a new kid around today. Yeah, already been to the bank. Hey, Butters, sweet kid. Szerkesztő iroda kulcsa. Hoppá. Jó. Hát azt mind, á, most az itt nem, ne pöcsöljünk, mindegy, szedtünk fel egy csomó mindent. Azt lőjük le megint. Ide be kéne mászni? Jaj, hogy ennek az irodának a kulcsa, aha. Eszter. Ott egy csín Pokémon. De oda hogy megyek be, haló? Hát ott van. De oda hogy megyek oda be? Ez hogy? De... De azt hogy veszem? You should consider having some work done. De azt hogy veszem onnan ki? Ott van, ott van. De lehet, hogy kívülről kéne. Nem, de nem tudok bemászni. Lehet, hogy az irodam mögül kéne menni? De nem tudom, na mindegy, ezt, meg az, azt tudom, hogy megyek oda föl például. Bazd meg, hol lehetnek még fast travel pontok? Egyet kéne megtalálni, ezt már akarom keresni, na nézzük csak meg. Hol nem jártunk még? Hát itt már ugye voltunk. Hát max még itt nem lehet, vagy itt, menjünk oda. Mindjárt visszamegyünk akkor oda. Nem, de hogy tudok? Bó, hát ez... Ja, hajlé... Ó, ne, hajléktalan probléma! Hát ez izé... Mongóliabb, az meglelőjük. Ne basz, hogy maradt... Nagyon jó. Hát kalapáccsal ráverünk egyet. Ja, hogy van patkány is, bazd meg, az nem jó. Ha legyen így.
Ó, bazd meg. Oké, a tisztító víz. De most mi, ez tényleg, ezt csapkodjam le? Hát fasz, nem izéve fogom, nem. Nem, Mongolia. Ja, ez 11. Ja, hát ezt szétcsapom. Oké, okay, csöves probléma első részét, első felvonáson megoldva. Oké. Okay. Jó. Nem is tudtam, hogy... De jó, hogy visszajöttem ide, nem is tudtam, hogy föl lehet itt jönni. De valahol meg le kéne tudni menni, nem? Vagy ott nem tudok elmenni? De ott le kéne tudnom menni, nem? Ja, aha, de itt tudok menni. Bocsánat. Danger. Igen, erre nem voltam szerintem. Hát ezt nem nyílt ki, mindegy. Aha, erre nem voltam, azt tuti. Bocsi, bocsász. Na, itt kit találunk. Ne! Furkó úr! Haverkodjunk össze. Ne, jó, ő is ott küld itt. Jó, mindegy, csináljuk meg. Any chance you can go to the post office and pick up mine while I drop this one by her house? Jó, gondolom, kaptunk izét, kulcsot hozzá. És el kell menni a posta hivatalba. Jó. Jó, azt megoldjuk. Jézusom. Hogy néz ki, ne? Jaj, ne. Hú, hova kell visszamenni? Ja igen, oda abba az a postahivatal úgyis ott volt, nem? Vagy valami iroda. Jó, mindegy, küldünk, az van. De nem, fölveszik, vagy előbb megtaláljuk ezt a szart. Kell gyors utazás. Jézusom. Jézusom, ne. Ne. Tanga, bazd meg. Hát ez nincs semmi. De... Hol van az a kurva izé? Aha. De a sineken itt jöttünk át, tehát itt már voltunk, ugye? Hát persze itt volt a... Ja, ez ugye megvolt. Hol a túróba? Itt voltunk, mert ezt kinyitottuk. De játszótér környékén nem voltunk még. Mi nincsen? Na jó, megnyitom. De ott van egy zászló, nem? Ja nem, az a hajónak a... Tehát... Na de...
Itt lehet nyomatni a vizet. Tudunk vásárolni? Minek? Mondjuk van egy csomó izénk. Ah, van bőven kajánk. Meg kell találni őket? Bújócska, bazd meg! Hát ugye megtalálom. Keresd meg a bújkáló gyereket. Ott van, én nem... Jó, bújkáló gyereket. Hó, a picsába bújtak. Hát a budiba, nem, budiba nem. De jó, itt a játszótéren bújtak el? Vagy a városban? Vagy hol? Haló? Kalandok? A várost, bazd meg! Jézusom, hát a városba kell... jó, hagyjuk már. Igen. Jó. Na. Jó, megmutatom a térképet, illetve megmutatom, hogy hol. Most már bejártam viszont az egész várost. Na, itt vagyunk. Tehát van így egy itt. Itt nem volt, pedig én arra gyanakodnék, hogy itt kéne, hogy legyen. Esetleg még oda farm. Lehet, hogy a farmhoz föl lehet menni? Még arra gondolok, vagy valahol itt nem engedett tovább menni, azt hiszem. Itt ugye lejöttem, itt se engedett tovább, itt ugye ezeket mind kipörgettem. Itt végigjöttem, tehát ezeken az utcákon végigjöttem. Itt is vannak az zászlók. Tehát lehet, hogy a farmhoz kéne oda menni? De csöveseket nem kéne izé? Ja nem. Ott van valami, várjál, ez mi? De ott az a farm. Na nézzük csak meg. Ez mi az? Ez mi? Nincs kulcs. Igen, de ezzel nem... ott a gyerek, megvan az egyik gyerek. Jó, a küldinek az egy... Na jó, ez nem baj, hogy ide jöttünk, oké. Okay. Ott egy traktor, de akkor föl tudunk menni. Ennyi? Ja, hogy ott már benn vagyunk, értem. Igen. És ez miért jó nekem? Hát ezt nem tudom. De nem tudod, hogy melyik hiányzik? Én most ezt így hirtelen. Bocsász? A traktorhoz nem tudunk oda menni. Hát akkor itt nincsen fast travel point. Ja, hogy itt kell elmenni. Aha.
Kanada. Át lehet menni Kanadába, de hogy? Ja, de valami tényleg. Hát figyelj, hol nem... De ezt bejártam az egészet. Hol lehet még izé? Itt nem volt. Mindegy, jöjjünk ide vissza. Na hol? De mindegy, ebben csináljuk meg. De nem, mert akkor össze tudjuk hívni. Na jó, de előbb ezt le tudjuk izélni. Kurva anyád. What the fuck? Oh no! Ha-ha! Előbb az egizével. Mennyi? 2-13, már nem bajett rá. Oda pörkülünk. Nagyon helyes, ég, ez az. Most nem tud odafigyelni, ettől villámot rábaszunk, nem? Nem túl sok, mindegy. Jó, kapuzúzó. Oké, az megvan. Menjek a doboroz be tokent. Jó, majd akkor ide vissza. Jobb alsó ponthoz? Ide? Látom, már nem bírják az emberek. Hát igen, már 0 óra 40. Lehet, hogy izé szupersz egy úszer az holnapra marad, mert tök fölösleges abba belekezdeni. Vagy nem tudom, hogyha gondoljátok. Nem tudom, ki van még itt rajtad kívül. Két embert látok. Van valami láda. Ez a ponthoz, erre gondoltál? Fú, valaki izé cigizik a kurva életben. Ja, a Knobber van még itt. Nem, Rófoszt, már nem. De hát akkor inkább izé, minél többet akarok ebből meg, és balra? Ja, hogy innen balra. Aha. Hát ezeket elpicsázzuk. Fuck you, asshole. Well, what are we waiting for? Well, you guys, after sneeze. So, false alarm. I have to go to the bathroom. Nagyon hatásos a páncél ellen. Hát neki páncél van, ugye? 14-es. Kussolj már. Neki meg ugye nincsen. Tehát hát menjünk a páncél ellen szerintem. You want some of this? You're straight tripping, sir. Bazd meg, vérzem, nem semmi gond. Akkor neki most mennyi maradt? Nem sok, ugye? Százhetven? Ja, mert neki van izé, pajzs. Fagyra érzékeny, hát az most... Köszi. Nyugi.
I just was seeing if it works. Jó, hogy csökken a páncélzat. Nagyon jó, ég, ez az, és akkor hát szerintem ezt csapjuk le, nem? Ah, persze, hogy még van 14 izé, de jó, nagyon jó. Ja, nem, meghalt, elégett, király. Jó, hát lootoljuk. Ez, de ez jó, ez kellett amúgy. De lassan most be kéne váltani a lóvénkat. Hát vagy csinálhatjuk azt, hogy lesz egy kis brofolsz még, ha gondoljátok, ahhoz van kedvetek, és... Hú, fejlesztés elérhető, hát azt... De az nem azt az inventory-ból tudjuk, ugye? Ez hatos szinttől, aha. Tökéletes hátbaszor, most a dupla vérzést okoz. Hát, föl persze, hogyne. Hát de nem, mert innen jöttünk. Ott van. Elfigyelj, végigrólnunk akkor itt ezen. Haló? De meg vagy! Ja, de ez elf, az nem a, nem a bújós kezdő gyerek. Á, nem, akkor még ezzel játszom egy picit, aztán szerintem már ennyi elég. De én még azt a izét meg akarom mindenképpen találni. Azt a cuccot. De én legalább úgyis megtaláljuk egy gyereket. Jó, ez megvolt. Igen. Hát most hagyjuk az elfet a picse. Jó. You asked for it, new kid. Ja, ők, ja, hogyha ők ütnek meg először, akkor értem. Oké. Bazd meg, anyádat. Jó. Nyugi már. Tűzre érzékeny? Hát akkor villámmal megcsapjuk. Meglettél villámcsapva. Lőjük onnan le. Hol a másik, ja? Jó. Jó. Jó, igazi hülye, egy köcsög gyerek a kézé. Nem nézi jó szemmel, hogyha itt hóembert építenek. Ne szórakozzunk már. Ez az? Nem. Nem, mert itt innen indultunk. Hol az anyámba lehet? Melyik tó? De
Mert itt ezek, de hát ott van egy tök közel. Melyik tóra gondolsz? Menjünk ide. Mondjuk akkor megkeressük Jézust legalább a templomban. Ott vannak azok az, azok az... Jó, de... Nem. Na jó, erre megnézzük, hogy travel points. Kicsit csalunk be, most South Park... Stick of Truth. Travel flags. Is douchebag your real name? De azt írja pedig, hogy várjál. De igazad van. Azt mondja, hogy hogy itt kell legyen egy. Van egy itt a zöld háznál, és ott itt van a 12. Itt. De ott hol? Hát ott jöttünk el. Ne, hagyjatok. Most leszarom. Hol? Be kéne menni? Itt. You have slain the mighty frost giant. I stand in awe of you, hero. Vagy itt lesz a kerítés mögött esetleg? Nem? You can come to me first, okay? Okay. De ide hogy jutok be? Ott egy csimpokomon, bazd meg! Lehet, hogy valahogy be kéne jutni, hát ők a... Nem a Kenny, hogy hívják? Kyle, nem? Vagy a Stan? Nem, a Stannek a szülei. Vagy hát ő a faterja, ugye? És lehet, hogy a házba kéne bemenni. Vagy lehet, hogy a túloldalán van ott valahol? Itt valahol? Nincs. Hol a picsába lehet? Ez kicsoda ez a stick? Szerintem be kéne valahogy menni oda. You ever wonder what it'd be like to be a dolphin? Just doing flips, eating fish, not a care in the world? Na, ezt most megnézem. Tizen...
12-es az Inaccessible Until Day 2. De várj, most a Day... Most lehet, hogy nem Day 2-nál vagyunk? Most hogy vagyunk? Ezt írja, hogy hanyadik napnál vagyunk? Lehet, hogy még az első napnál tartunk? Végül is igen, mert nem volt. Aha! Igen. Na. Akkor nézzük, hogy mi van. Kalandok. Jó. Jó, hajléktalan problémát, azt majd izért. Keresd a Jézust Maxi atyának. Jó. Találd meg Jézust. Na, oda kéne menni. Kertmen. De most meg nincsenek itt a kis izék. Kis gyökerek. Jó, menjünk, akkor előbb hozzuk el a Furkó úrnak a csomagját, vegyük föl. Találjuk meg Jézust. Szexuális zaklatás. Panda. Ki segít, hogyha gondod van. Szexuális zaklatás. Panda. Ja, ez... Ne, hogy ez... Basz meg. Jó, akkor visszatérünk majd Mr. Hát sejthetjük, hogy mi lesz. Ez valószínűleg egy ilyen turmix gép, azért rezgett. Na, akkor gyors utazzunk oda izéhez. De várjál már, ott le lehet menni? Aha, itt bujkál az egyik gyerek, jó. Igen. Csak itt nem tudok ugrani, ugye? Nem tudok oda átmenni. Aha. Tehát itt valami hidat kéne majd találnom, vagy mi a fasz? Hát mindegy, hagyjuk. Jó, gyereket megtaláltuk, úgyhogy haladunk a izé. Hey, Big Nose, you should consider having some work done. Menjünk, akkor találjuk meg a Jézust. Jézus, oké. Okay. Azokat most elkerüljük, mert most így nem érdekel. Jézus megtaláltuk, mert rávilágítottunk. Aha, szerintem az meg annak, ahhoz lesz kak. És kaptam $0.1. Na, menjünk vissza Maxi atyához. Jó. Köszönöm, menjünk vissza Maxi atyához. Hum van a Maxi atya? I don't even like donuts. That's the sad truth. Gyorsabb, hogyha odaérünk, vagy izé, lába itt van. Do not despair, for many find Jesus only to lose him later. But the soul that does not abandon its search will surely be rewarded with his company. Remember that. És kaptunk valamit? Igen. Most nem mondod, hogy még egyszer kedessd meg ki. Na most ez komoly. Jó, visszamegyünk, meg kell. Hát megint a padok között lesz, fogadjunk. Hihihi. Mint hogy a Danikát látnám. Hihihi. Mm-hmm.
my son. I hope you didn't peek. Remember, I will always be at the side of those who have found me. Na, király. You can call me once per day with this, but I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. Zsír. Ja, na és akkor ez csak küldetés befejezve, király. Jó. Hát akkor egyszer lehetett, az vagy akkor a kínait is egyszer... Jó, most már akkor nem használjuk fel minden alkalommal. Hát, győzzük le őket. Ja igen, és hogyha én ütök először, akkor én kezdek. Ajaj. 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 Nem használtuk még a izé. Halt. Wait, whose turn is it? Neki van páncélja? Hát páncélja nincs. Tűzre érzékeny. Hát akkor villámmal csapjuk meg. Megletté villám csapva. Ezt kapta. Hát és most fog meghalni. Ez egészen izé, egészen könnyen megy. Azért most el kéne adni ezeket a cuccokat, mert hol tudom eladni? A Cartmannél ugye a izében már is felejtettem, hogy hol lehetett. Na jó. Jó, utazzunk, akkor hova kell menni? A visszavisszük a csomagot a furkó úrnak. Igen. Hát és neki hol volt travel point? Melyik a... ez az övé? Nem, a piros. Thanks, kid. My night is looking a whole lot better now. Use this. I can't help with any tough fights, though. I don't want to... Ja, akkor őt is meg tudjuk idézni. Come back and find me if you want to call me again. But give it a day. I go to a lot of parties. Nagyon jó. Ja, hát azt szétcsapjuk megint. Egy. Na nézzük. A csomó küldetésnek már... Akkor most ezt szedjük fel a sátot, és akkor szerintem utána már akkor ennyi. Timmy Express az ugye majd unlockolódni fog. Hajléktalan problémát azt most én biztos, hogy nem, meg a bújóska az is végig kéne mászni az egész várost, tehát abban most nem. Úgyhogy összehívjuk a lobogókat. Tokennel beszélünk. Elves attack! Ah, Timmy! Ja. Ugye eltűnt a Securici. Hát
Azok mik ezek a szar kis világító izék? Szerzetes sapka, yeah! Nézzük meg az inventorinkat, tudom, amit tudunk. Ez csökkenti a izét. Ez 75-93, a mongoli meg 30... Mi? Ez mit jelent, hogy... Hogy ez rosszabb a meglévőhöz képest? Ez a négyes szintű... Hát a mongoli ez mondjuk baszó, tehát nekem az tetszik. Azt hagyjuk. Ez jó. Zsír. Afgán kecske, bazzeg. Jó. Ez csökkent. Tehát ez a meglévőhöz képest gondolom ez gyengébb, úgyhogy jó. És a fal számszerű is szarabb, mint a mongol íj. Tehát a hatos szinttől, ezt nem értem mondjuk. Tehát hatos szinttől érhető el, ami azt jelenti számomra, hogy az elvileg ez egy jobb fegyver, nem? Token. Ja, bocsánat. Jó, hát mindegy. Token. Hoho, csin Pokémon. Na jó. Yeah. Can I help you? Hát mondjuk én nem beszélek, de ja. What's this? Oh, the elf stick the stick again? Hang on a second. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Tér vissza Cartmanhez. Jó, menjünk vissza. Move along, sir. I can't look at you without feelings of deep personal shame. Jó. Jó, akkor legalább ezt a lobogókat csináljuk, meg a hívjuk vissza a lobogókat. Hol a Cartman? Cartman, ez az, ugye? Így van, igen. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Greg? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way, man. Last time we broke Greg out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. You have to break out our thief, douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon shout. Jó, előbb adjuk el. Ez most nem tudom mit eladni a cuccot? Ne bassz! Welcome to our base. All are welcome here. Even those with chronic medical conditions. De most miért? Ja igen, mert onnan eljött. Aha. Ja, meg kell tanulni előbb a izét. You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your farts. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath.
You must promise to never, ever fart on anyone's bowels, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's bowels is not cool. Do you understand? All right, then let's begin your training. To conjure dragon shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and dragon shout. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Again. Find the frequency. They're all there. They're all there. Hold. Hold. Come on, you have to trap the air. Ja, hogy várjál. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Find the frequency. Jó, hogy nyomva kell tartani. Jó, oké, nem ért. I'll show you one more time. Tehát hosszan nyomni kell, igen. Megnyomom a D-t. Dragon shout! Now you. Ready? Jó. Dragon shout! Find the frequency. Hold. Hold. My God, that was incredible. A man who lived 100 years and never again witnessed a spell. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the dragonborn has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, Princess Kenny. Did you come here a sec? Kenny, real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. That was fucking hilarious! Yeah. Fucking awesome! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. Thanks, Princess Kenny. Kiro, sikeri így van. Okay, but... Dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shafts. From now on, it will be easier for you. Zsír. Jó. Kenny will assist you on your quest, douchebag. Now go get Craig while I rest and relax. Jó, akkor következik. Na jó, akkor most el tudjuk adni ezt a sok szart. How may I be of service? Got some pretty good wear here. Bazd meg. Na, eladás. Szemét. Tényleg? Mert elcsináljuk így. Van szőr, bazeg. Nem ilyen kellékek, tele vagyunk. Hát, vegyünk. Jó, szerintem ezek így jók lesznek. A jelöltek, fegyver... Na nézzük milyen... Ez az. Noob kalapács. Hát ez ugye kétszeres, ez ugye lefele, ez növeli. Hát akkor egy ilyet, ilyet. De a sajátomat hogy tudom eladni? Ja, de el tudom adni a... Hát ezt már ugye nem használom. You name it, we'll sell it. Jó. Nem a felszerelés.
Ezeket meg kéne venni, mi? De most milyen ruháim vannak? Hát ez fasság, ez nem kell. Na. Hát gázmaszk akkor már nem kell, ugye? Clyde sisakja se, tehát ez fasság. Hát ezt még tartsuk meg, de akkor felvesszük a izét. Jó. Ja nem, eladás, nézzük. Szemfed... Ó, bazzeket, dzsingisz... Ezeket is eladjuk. Adjunk-e mindent, leszarom. Jó. Szerintem jó, jók vagyunk most, ugye? És akkor öltözzünk át. Ezt nem értem, hogy ez a faszámszeri, ez gyengébb lenne, mint a izé. Ez fura. Úgy 16-os szintű páncélom van, az így már, az így már komoly. Jó, képesség, nincs képesség elérhető, kalandok. Hát jó, ezt most ebben nem kezdünk bele. Meg ezekbe sem, Timi Expressbe semmi. És van manám. Ez tényleg Elden Ring, bazzeg. Kurva jó. No. Világít a botom. Már hogy, na, szóval értitek. Hát figyú, akkor most itt tudok menteni? Mentsünk egyet, én azt mondom. Jó, hát szerintem már ennyi. Fú, elfáradtam, nem is tudom mennyi, egy jó két óra, mikor kezdtük? 22:45. Ez 10, akkor hogy van? Hát már harmadik órája, hát 2,5 óra. Na mindegy, én amúgy élveztem rohadtul, nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele. És jót, szerintem tök jó haladtunk. De most már én is amúgy fáradt vagyok, úgyhogy ja, ma már nem lesz brófos sem, meg hát Super Seducer 3 meg pláne nem. Viszont akkor a holnapi adást meg úgy fogom módosítani. Brofoszt meglátjuk, hogy lesz-e, hogy belefér-e, viszont ugye a Super Seducer 3-at, illetve a Life is Strange True Colors-el haladni kell, úgyhogy a holnap 4-től ez a kettő játék tuti lesz. Várjatok? Ez mi? Amúgy, főmenő. Ja. Jó, igen, szóval amúgy tetszett. Úgyhogy holnap mindenképpen lesz Life is Strange True Colors, illetve a Super Seducer 3-mal kezdjük majd 4 órakor. És meglátjuk, hogy utána Broforce-ra jut-e idő. Attól függ, hogy haladunk a Life is Strange-el, azzal is kéne. De ezzel szerintem jól haladtunk, és nagyon sok mellékküldetést megcsináltunk. Tök jó felfejlesztettük magunkat, 16-os pajzsunk van, az rohadt jó, szerintem. Meg baszó életerőnk van, fegyvereink is, ez a mongol íj vagy nyíl, ez tök jó. Úgyhogy ennyi volt már a stream, remélem, hogy élveztétek. Én amúgy igen, Arni is igen. Tudom, Knobben nem merő várta az izét, bocs, hogy nem volt Brofoz, lesz majd legközelebb, vagy mennyi Brofoz, az néz kész. Verd el az óvodásokat, na! Köszi még egyszer a figyelmet mindenkinek, Arninak, Knobbernak, és még a többieknek. Remélem, hogy jó szórakoztatok. Ha
mikor is, legközebb holnap délután 4-kor fogunk találkozni. Ha valaki YouTube-ról nézné vissza ezt a videót, ne felejts el lájkolni, feliratkozni, stb. Holnap dolgozom majd teszteken is, hogy jövő héten 2 teszt mindenképpen kikerül, illetve 2 kilájvos teszt is el fog készülni, de azt ugye meg előbb el kell küldenem validálásra, hogyha azokra rábólintanak, akkor az is hamarosan érkezik. 2 háztartási gép mondjuk, de amúgy tök jó dolgok. És úgy tervezem, hogy minden héten legalább 1 vagy 2 teszt érkezni fog. Na, jó hét mindenkinek! Még egyszer köszi a figyelmet, legyen szép estétek, meg jó éjszakátok, holnap ugyanitt 4 órakor találkozunk. Szevasztok!